mindenkinek. Köszönöm a türelmüket. Szeretném akkor önöket tájékoztatni arról, hogy ezen a mai ülésen mi is történt. Azzal hadd kezdjem, hogy nyilván ennek a gazdasági tényfeltáró bizottságnak, amelynek a vezetésére felkérést kaptam, nem az a dolga, vagy nem pusztán az a dolga, hogy a államháztartás helyzetével foglalkozzon, de fontosnak éreztük, hogy az a közgazdász kör, amelyben vannak nem közgazdászok is, szóval jegyezzem mindjárt meg, akik már korábban egy hasonló jellegű anyagot elkészített, és ezt egy jelentés formájában letette az asztalra, azokat meghívjuk, és velük konzultáljunk ezekről a kérdésekről. Ezért hívtuk meg azt a 29 közgazdászt, milyen szép zene, akik ezt a jelentést készítették el, és elmondtuk nekik is, hogy mire gondolunk a tényfeltárás kapcsán, és milyen körrel szeretnénk majd együtt dolgozni. Na, csak azért mondtam, hogy a bevezetőnek eddig a kamerák be tudtak állni, jó. Akkor még egyszer köszöntöm önöket. Emlékszünk rá, hogy 2006-ban, amikor a választások voltak, milyen gondok is voltak a gazdaság valós helyzetével. Ugye a választások előtt nagy volt a jólét, választások után meg nagy volt a baj. Kicsit hasonló helyzetben van ma is a magyar társadalom és a magyar nyilvánosság. Kevés olyan információja van, amelyik a gazdaság valós állapotára vonatkozik, és valóságosan tudja érzékelni az átlag magyar azt, hogy mi is történik egyébként a gazdaságban. Ugye akkor ennek az volt az oka 2006-ban, hogy a kormány eltitkolta, manipulálta a gazdaság tényeit, adatait, és ezeket időnként még meg is hamisította. Úgy tűnik, hogy a kormány részben hasonló úton jár, nem minden adatot ismerünk a magyar gazdaság helyzetéről, nem minden adatot ismerünk a magyar államháztartás helyzetéről, folyamatokkal kevésbé lehetünk tisztában, hiszen csak felületesen látjuk azt, ami történik. Nem véletlen egyébként, hogy az OECD jelentése, vagy éppen a tegnap közzétett Business Europe munkaadói érdekképviselet jelentése rosszabb helyzetet fest a magyar gazdaságról, mint amiről a kormány bennünket tájékoztat. Elmondtuk azt is, és ugye ez a jelentés is azt tartalmazza, hogy az idei költségvetés jó néhány trükköt tartalmaz, bevételek jóval alacsonyabbak, a kiadások pedig jóval magasabbak a tervezetnél. Nem véletlen, hogy március végére az egész évre tervezett hiánynak a 3/4-ét éri el az államháztartás hiánya. Az már biztos tehát, hogy a költségvetés hiánya jóval magasabb lesz annál, mint amit a kormány mond. Ezért is tapasztaljuk azt nap mint nap, talán hírekből is előkerül ez a helyzet, hogy a kormány mintha igyekezne kiüríteni a kasszát, és igyekezne még olyan tételekről döntést hozni, amely már egyébként a következő kormány illetékességébe tartozna. Gondolok itt például arra, és itt ez a mai beszélgetésen is előkerült, hogy vagyoni értékű jogok eladására kerül sor, a szén-dioxid kvótának az esete, amire még szeretnék majd visszatérni, az szintén erre utal. Ezért döntöttünk úgy, hogy föl kell tárni a gazdaság valós helyzetét, valós állapotát. Ez a tényfeltáró bizottság elkezdte a munkáját, meghívtuk a 29 korábban már hasonló anyagot az államháztartásról készítő közgazdászt, velük konzultáltunk, és ezt a munkát folytatni fogjuk tovább. Nyilván a tényfeltáró munkának az is az egyik célja, hogy egy reális gazdasági stratégia készüljön a következő kormány segítésére. Tehát a helyes terápiának az alapja a jó diagnózis. A tényfeltárás arra kell, hogy vonatkozzon, hogy egy következő kormány, amikor majd a programját összeállítja és stratégiát, programot alkot, akkor milyen tényekből kell, hogy kiinduljon. Nem csak ez a 29 ma itt volt hölgy és úr dolgozik nyilván majd ezen. Ezt én egy szélesebb munkának gondolom. Több szakértőnek is számítunk majd a munkájára. Több olyan
szakértőt kerestünk meg, és több olyan segítségnyújtás is megtörtént, amelyik szintén ezt a munkát fogja majd elősegíteni. És még egy dolgot hadd hangsúlyozzak, hogy nem a nulláról kell kezdeni a munkánkat, hiszen amikor az európai parlamenti választások időszaka volt, akkor már 13 munkacsoportban dolgoztunk azon, hogy egy olyan Európa Parlamenti európai program készüljön a Fidesz részéről, amelyik számol valós tényekkel és számol stratégiákkal. A mai ülésen két olyan ügy is előkerült, amelynek a vizsgálatával mindenképpen szeretnénk foglalkozni. Ez a már említett széndioxid kvótának az ügye, az egyik. Ugye tegnapi hírek voltak, talán önök is hallották, hogy a magyar kormány különböző brókereken keresztül értékesített széndioxid kvótát egészségére, amelyek aztán vissza is kerültek érdekes módon a tőzsdére, erre a kvóta tőzsdére, amelyik ezzel foglalkozik, és emiatt föl kellett függeszteni a kereskedés, hiszen rendkívül szokatlan az, hogy a kvóta értékesítése után újra megjelenik ez a kvóta. Tehát nyilván meg kell majd azt vizsgálni, hogy ebben az ügyben milyen kárt érte az országot, hogy ez a titkos ügylet vajon mekkora hátrányt, károkat és veszteséget okozott Magyarországra. A másik ilyen téma, amely a költségvetéshez kapcsolódik, az éves hiány várhatóan április végére eléri az egész évre tervezetnek a 100%-át. Tehát április végén már ott fogunk tartani, ahol egyébként valamikor még január első hetében kellene tartania a magyar államháztartási hiány alakulásának. Nyilván az, ha meghaladja az egész évre tervezett mértéket, a hiány nagysága, az befolyásolni fogja az ország megítélését, befolyásolni fogja az országról kialakított képet és véleményt, és így befolyásolni fogja azt a piaci magatartást, amely Magyarországgal szemben a külföld részéről megvan. Ezzel is foglalkozni kell, hiszen ez is egy olyan terület, amelyik vizsgálatot igényel. Nyilvánvaló, hogy támaszkodni fogunk azoknak a szakértőknek a véleményére, akik ezzel foglalkoznak. Ennyit szerettem volna röviden elmondani az üléssel kapcsolatban. Kérdezem, hogy van-e kérdésük. Parancsoljon. Dunai Mártonnak én a fejlesztő jöttem, és azt szeretném, két kérdésem, amiket a ma reggeli figyelő cikkel kapcsolatban. Azt tervezik-e bármi formában a jegybankról egy megváltoztatását, illetőleg közvetlenül a választások után, vagy a választások után hamarosan a termésának lejárta előtt szeretnék távozni a Simon Andrást? Következő tudom erre válaszolni. Mi egy tényfeltárással foglalkozunk, tehát nem az a dolgunk ennek a most elindult bizottságnak vagy testületnek, hogy jogszabályalkotási, kodifikációs vagy programalkotó kérdésekkel foglalkozunk. Tényfeltárás. Akkor most elvonatkoztatok a testülettől, mert a kérdés erre irányul, akkor mint a Fidesz alelnöke válaszolok önnek. Nyilvánvaló, hogy a választásokig ezzel a kérdéssel nem kívánunk, vagy nem is akarunk foglalkozni. Várjuk meg a választások eredményét. Nyilván akkor lehet majd a következő kormánynak foglalkozni a jegybank, a pénzügyi rendszer, a monetáris politika kérdéseivel is. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy ilyennel április 11-ig egészen biztosan nem foglalkozunk. Hogy utána egyébként milyen elképzelésünk van, részben a tényfeltárás kapcsán is azért foglalkozni fogunk mondjuk a hazai bankrendszer, a monetáris politika, a kamatalakulás kérdéseivel, mert ez a gazdaság tényeihez tartozik. Hogy ebből aztán majd mi következik, az a április 11-i utáni időszaknak a kérdése, úgyhogy erre most ennyit tudok egyelőre válaszolni.